de ennél gyomorforgató kezdése kevés filmnek van. Természetesen hatásvadász. Ez az egész műfaj hatásvadász, a romantikus komédia. A love ebben a szerencsétlen nyelvben, az angolban egyszerre jelenti a szeretetet és a szerelmet. És akkor elgondolkodtam, hogy az emberek miért szoktak piálni az esküvőkön. A film kulcsa a számomra túladagolás. Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel igazából üdvözlünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én Lévai Ildikó. Én pedig Szőnyi László Gyula. Igazából szerelem! Richard Curtis 2003. 8 különféle pár, érzelmi háztartása, szerelmi élete és története karácsony előtt Londonban. A szerelem 9 arca. Összefonódó, egymást ölelő rövidfilmek füzére, a szerelem szeretet nélkültől a szeretet szerelem nélkülig. Ha még nem voltál, kívánni kezded. Ha már voltál, visszasírod. Boldog karácsony, Britannia! És Magyarország, összeszedtem a szerelem szinonimáit a film alapján, segítsetek. Szeretet, hajolaj, szex, barátság, ragaszkodás, törődés, kitartás, közeledés, próbálkozás, játék, szenvedély, vágy, vágyódás, flörtölés, paráznaság, megcsalás, elvárás, hűség és hűtlenség, a szerelem hiány és Isten hiány. Annyi, hogy versbe kéne foglalnod. Ez lesz a házi feladat. És legyen benne a fickó, meg a hapsi, meg a pasi. Igen, meg a pasi. Hát ugye a magyar az veszít egyet, mert ez love actually, a love ebben a szerencsétlen nyelvben, az angolban egyszerre jelenti a szeretetet és a szerelmet. Ez a szeretetről is szól ez a film, tehát itt szülő-gyermek, sőt szülő-nevelt gyermek, illetve testvérek közötti és más szeretetről is szó van. Munkatársi szeretet például. És a főnök-titkárnő közötti megbecsülés. Megbecsülés. Na, szóval az eredeti munkacím az egy dal köré épült volna, ugyebár van egy The Trucks nevezetű zenekar, nagyon jó száma. El is dúdoljuk mindjárt. Igen. Jó, ez a Love is All Around, amire gondolsz, 1967-es, és akkor betermékesítik ezt a dalt. Azért ez már korábban megtörtént. A 90-es években ez egy hatalmas sláger volt, olyan 93 aha. körül feldolgozta talán a Vet nevű zenekar. Jó, milyen életed a volt neked, Ildi? Mi is lassúztunk volna rá Ildivel, de akkor még nem ismertek egymást. Értem. És akkor van ez az actually, jól ejtem? Tökéletesen. Okay. Voltak éppen. Vagy tulajdonképpen, nekem ez a tulajdonképpen, ez megérne erre egy 25 percet azért szánnék rá. 22-szer hangzik el az actually szó az eredeti angolban. Az előző munkahelyen például volt egy kollega, aki mindig a tulajdonképpen használta, és ezért előbb-utóbb elnevezték a kollégák tulajdonképpen. Lehetett volna Tuli is. Tessék? Lehetett volna Tuli is. Az is lehetett volna, illetve valahol a Móriczon láttam mondjuk 20 éve kiírni, hogy Csurkának tulajdonképpen igaza van. Beszédes az a tulajdonképpen. Ez egy boszorkánykonyhában készült ez a forgatókönyv. Részben azért, mert aki csinálta, Kertész Riát nem, hanem Richard Curtis, új-zélandi egyébként, és olaszból cseh. Lett. Cseh, az apja cseh. Igen, de olasz neve volt. Tényleg? Igen. Na, de ezen nem veszünk össze. Főleg Nagy-Britanniában dolgozik. És igen, és forgatókönyvíró. Na, de hogy végy X szerelmi történetet, és fonítsd össze, mint a villamosokat Budán. Itt azért érdekes ez, mert hogy eleve egy romantikus film, és kérdezem, Ildikó, hogy szeretjük a romantikus filmeket? Természetesen szeretjük a romantikus filmeket. Mire használjuk? Valamilyen lelki igényünk kielégítésére, leginkább ugye a vágyódás a szerelem iránt, a szépség iránt, egy jobb élet iránt, a remény iránt, bármilyen ilyen pozitív érzés, ami éppen akkor hiányod van belőle. De egyébként sokszor csak szórakozásból nézünk ilyet, mert szép emberek szeretik egymást, ez azért mindig egy szép téma. A szórakozás elmulattat is észrevétlenül vezet a halálba. Blaise Pascal. Aha. Na, szóval tényleg vannak a karakterek, akikkel azonosulni tudunk. Voltak jelenetek, amikben itt gyönyörködtünk meg
romantizáltunk, ezt így mondják magyarul, Szabi. Vagy romanizáltunk? Romanizáltunk. De aztán tényleg felidéződtek régi élményeink. Te már voltál szerelmes, Gyula? Nem is tudom, melyik az, ami így eszünkbe jut, felidéződik, amikor összejössz a titkárnőddel, vagy megcsal majdnem. A férjed. Vagy rájössz arra, hogy öregecskedő férj vagy, avagy feleség, avagy mi van még? Amikor rájössz, hogy beleszeretsz a barátodnak a feleségébe. Csodálatos. Vagy beleszeretsz a kollégádba. De vagy kimész egy másik országba, hogy végre sikeres csávó legyél. Mi van még itt? Egyébként tudok ilyen sztorit. Vagy a magyar kiejtés, ez hol hangzik szexinek? Mert azt látjuk a filmről, hogy a brit kiejtés Milwaukee-ban, ahol Budweiser-t kér, ami ugye a szomszédos államnak a sörrel, tehát halálos sértés. De hogy ott, na, nem tudom, Erdély ország, felvidék, hol hangzik jól a pesti nyelv? Nekem van egy cimborám, aki Ázsiába ment ki, és Budapesten soha az életében nem volt normális nője, kiment. Nem mondom meg az országot, és azonnal meglett a nője, mai napig boldog házasságban élnek. Very nice Hungarian English. Így van, a kék szeme az ott nagy értéknek számított. Szóval tudunk itt azonosulni, de itt még rátesz valamit a film. Egyrészt, hát van egy ilyen szereplőgárda, akiből nem lehet senkit kihagyni, nem? Senkit, ezek mind állistás színészek voltak már a kori szinte. Vagy lettek, nyilván Keira Knightley, aki akkor 17 éves volt még, kezdőnek számított, bár egyébként nem, mert megkapta ugye a nagy Disney franchise-t, a tenger kalózait a körül, tehát hogy már ő is akkor egy neves színésznő volt. Aztán működik a film azért, mert a zene. Azért ez mindenképpen odavág. Aztán... És akkor várjuk, hogy az ebből készült album fölkúzik majd a slágerlistákra, ez is történt, Britanniában első hely, USA-ban második hely. Nagyszerű. Aztán London. Tehát, hogy végre nem Amerikában vagyunk, hanem itt a kontinensen, az ad egy plusz hangulatot, főleg amikor a londoni miniszterelnök, ugye végül is a világ legrégebbi miniszterelnökének utóda, milyen fiatalon bukkan föl, aztán hihetetlen erős a kezdés, és az egész filmet belengi az a mindenki mindenkit szeret hangulat, engem bevallom őszintén inkább viszonyogtatott, de ennél gyomorforgató kezdése kevés filmnek van, akkor valahogy azt éreztem, hogy inkább átkapcsolok a Szalóra, abból 40 percet megnézek. Szóval ez egy horrorfilm, ahol érezzük, hogy itt valóságos borzalmakkal kell majd szembenéznünk, és itt mi leszünk az áldozat. Nagyon hatásvadász az eleje. Azért mi szeretünk édességet csemegézni. Nem mondjátok már, hogy ez nektek működött. Igaz, nekem hogy cukormérgezés. Számít egyébként, hogy elsőre nézed a filmet, vagy másodszorra. Másodszorra már azért van némi immunitásod. Nekem működött, de hát természetesen hatásvadász. Ez az egész műfaj hatásvadász, a romantikus komédia. Rengeteg példa van korábban ezekből. Klasszikusan a szerelmes pár egy felhőkarcoló tetején találkozik, nem tudom, esik a hó, vagy naplemente van. Tele vannak ezek mindig ilyen hatásvadász, gicses. Én nem tudom, ez hogy lehet túlélni egyébként. Egyébként utána a film ez rendeződik, csak ilyen érzelmi sokkokon megyünk keresztül. Ugye az első, nem tudom, hanyadik jelenet az esküvő jelenet. Ez a kezdő jelenet csak rá akar téged hangolni arra, hogy miről fog ez a cukormázas film. Nekem sok évbe telt, és úgy tűnik, hogy nem sikerült. De hát aztán kényszerből megnéztem, és bekerültem, de hogy, és akkor elgondolkodtam, hogy az emberek miért szoktak piálni az esküvőkön, mert tényleg ott is, meg itt a filmben is, hát így jön egy érzelmi sok, felidézi a saját múltunkat, amit így előbb elmondtunk, hogy itt is tudunk azonosulni esetleg a párral. Az előző esküvődet. Így van. Aztán ott van a sok-sok idegen egy esküvőn, és mi meg ott vagyunk a könnyeinkkel a sok idegen között, azért ez egy extra helyzet, és akkor még ott van az, hogy az esküvőn minden szabad, még akár tol is oda a párunk, hogy gyere, menjél csak inni, és akkor innentől kezdve, ezt a filmet is egyébként sokan úgy szokták nézni, van ennek egy hagyománya, hogy lelegöbbentenek egy-egy felest. Micsoda? Az érzékenyítő, érzékeny jeleneteknél. Azt hittem, hogy csak a Baegli. A film kulcsa a számomra túladagolás, és ez a sztárparádéval kezdődik, aztán pedig a 14 történetszel folytatódik, melyből voltak olyan kedvesek négyet kivágni, noha a forgatókönyvből, noha kettőt le is forgattak, és úgy kivágták. És úgy tudom, sőt, van olyan változat, ahol amikor ilyen, az egyik szereplőpáros felnőtt filmekben játszik előre jeleneteket, hogy a világítás jól működik, és azt a történetszálat is kivágják, például amikor családi csatornákon adják. Én nem láttam semmilyen jelenetet. Úgy már kezd fogyaszthatóvá válni a film. Mindenképp túlzás ez a film. Azonban de most, Ildi, nem akarunk téged bántani, nehogy ezt érezd.
Nem mondanám, hogy a kedvenc filmem, semmiképp sem. Én arra akartam kitérni, hogy ennek a brit romantikus komédiának van egy tradíciója. Ez kezdődött nyilván sokkal korábban, de ha Richard Curtisnek a munkásságát nézzük, akkor kezdődött mondjuk a négyesküvő egytemetéssel. De az ott van, még forgatókönyvíró volt. Ott csak forgatókönyvíró volt. Aztán a három eskü, két temetés, két eskü, három temetés, ezek is nagyon jó. Azt három a párom, és akkor még lehetne sorolni a korábbi munkásságait. És ez a film, az igazából szerelem, itt van az, hogy először ő rendezi a saját írományát, és hogy ez ennek az egésznek a kicsúcsosodását. Én annó ezt éreztem, amikor ezt néztem, hogy ebbe aztán mindent összevágott és belerakott, ami csak korábbiakból kimaradt, vagy újonnan eszébe jutott, de mintha a munkásságának a kicsúcsosodása lenne, az, hogy most ez pozitív vagy negatív, hibátlan vagy hibás, ezt nyilván a... Roger Ebert például erre mondja, amit szerintem te most be akarsz idézni, nem? Én azt a Bridget Jones-et, azt a trilógiát szeretném említeni, amit kiadtál, illetve vagy a Rokkhajót is az időről időre. Az egy kicsit rendezi. Másik vonal a Bridget Jones naplója. Természetesen, de kicsit más alkotócsapat áll mögötte, igen. És azt egy könyvből csinálták. Tehát, hogy azért mondom, nyilván az is csak egy brit romantikus komédia, és ugyanebben a korszakban játszódik, Londonban, stb. A túladagolásból számomra az folyik, hogy én ezeket így külön rövid filmekként nézném inkább. Még 13 egymás követő karácsonykor. Tekerd át, és egyesével nézd meg. Egyébként így vissza kéne vágni, és akkor mondom a legnagyobb kritikámat, tehát én nem mond semmit így együtt. Tehát összefonódnak látszólag, mert ugyanabban az óvival jár a gyerekük. De hát kit érdekel, hogy hol jár a gyerekük, de hogy a szerelemnek nem ismerjük meg végül kizárólagos 13 arcát. Az üzenet, hogy a szerelem mindenhol ott van. Annyi még, de hogy mindenhol, a... hát jó, középosztály... Igen. Roger Ebert mondja erre a túlzsúfoltságra, hogy ez a 129 perces film kicsit olyan, mint egy ingyenc vacsora, amely, vagy hotdog evő versenybe torkolik. Szép, nem biztos, hogy egyetértünk. Viszont a nyitó gondolattal kezdjünk. Bocsánat, Judi. Én csak meg akartam kérdezni, hogy Szabolcs ugye most jelezte, hogy neki ez így túl sok ez a 9 történet együtt, és szerettem volna rákérdezni, hogy akkor mondjuk melyik történet az, amelyik a legkedvesebb számodra, amit kiemelnél, ami a legjobban kidolgozott. Nem feltétlenül az azonosulást kérdezem, hanem amit a leghosszabban néztél volna. Nézzük végig, akkor én azt mondom, nem? Mert hát viccesen miért nem váljuk ki, ez is kiállgató, és mi az, ami maradt? Egyébként észrevettem magam, hogy kezdek szinikus lenni, gyorsan visszatekerem. Én igazából nagyon szeretem ezt a filmet, tegnap este is megnéztem. Teljesen rendben van ez a film. Megívott 6 felest. Igen. Na ez az. De tehát én is egy szupermodellel néztem. Nézzük a nem két mosszal, hanem valaki mással, tehát végül is elégedett volt az életemmel. Vagy Claudia. Én arra lennék kíváncsi, hogy melyik történetből néztél volna meg egy 90 perces filmet? Ugye ez két történeten alapul, az egyik a miniszterelnök története, Hugh Grant, a másik pedig az író és a portugálány története, Colin Firth, és a pont, többiek... pont arra mondja Roger Ebert, hogy ezt nyugodtan ki lehetne hagyni. Szerintem a kulcs történet az egy másik, és az az Ellen Rickman, Emma Thompson. Egyértelműen ez az, ami méltó a brit rangra. És az Emma Thompson mekkora királynő? Ugye 44 évesen játsz az Emma Thompson, az Ellen Rickman 57 éves, és a Heike Makacs, ő 32 éves. De ő eléggé a filmben eléggé sejtettem. Makacs. Éreztem. Tehát itt az egyik kérdésünk az, hogy itt Emma Thompson miért volt, egyébként azt mondják, hogy magyar származású. De azt mondják itt a... Nem tud, gyerekek, kezdjük újra. Kezdjük előre. Tehát az egész műsort kezdjük újra. Tehát arról van szó, hogy miért annyira jók ők ketten, mármint a Heike Makacs, meg a... Nem. Tehát a Emma Thompson, meg az Ellen Rickman miért annyira jók? Ildikó. Két fantasztikus színészről van szó, akik korábban is rengeteget dolgoztak együtt. Például, amikor Emma Thompson elkészítette a értelem és érzelem feldolgozását, amit ő írt, Oscar díjat is kapott érte, ott is Ellen Rickmannel együtt játszanak benne, ugye ez egy Jane Austen feldolgozás. Színházban is játszottak korábban együtt, rengeteg filmben együtt működtek, és ezek kívül két színész óriásról van szó, akit és két szimpatikus emberről, tehát őket minden ki szereti. Igen. És az ő történetük tényleg, tehát az de a jelen... De még az Emma Thompsonnak van egy saját története is. Van, igen. Nekem volt barátnőm, aki Ellen Rickmanbe volt szerelmes, de nem haragszom rá. A vállása. Ő egyébként a Harry Potter. Igen, te az vállására utalsz. Emma Thompson vállása. Igen, de hogy ezt az érzést hozta vissza ebbe a filmbe. De mindenki tudja is azt a sztorit hozzá. Nyilván közszereplők.
Azért de mi nehéz. Nem, csak ők, tehát azt akarom itt hangsúlyozni, mi most nem biztos, hogy ezt tudjuk, de az korabeli angolok mind, egyébként az egész filmre jellemző, hogy a kritika lehúzza, vagy nagyon vegyesen ítéli meg, de a nézők meg imádják, és hihetetlen kassza siker. De milyen mázli, ha az embernek a férje elhagyja őt Helena Bonham Carter miatt, és akkor ezt a válási érzelemvilágot, ezt bele tudja vinni a színészetébe, és nem csak az arcába, hanem az egész teste átéli ezt a szívfájdalmat, amikor kiderül számára. Az egyébként tényleg a filmnek ilyen mélypontja, amikor a nyakláncnál kiderül, hogy nem, azt ő nem ő kapja. És akkor itt magamat revideálom, ezért hangsúlyoztam az első 10 percet, ott nagyon megijedtem, és akkor van a hazatérő férj az esküvőről, az egy másik szál, és ez a harmadik szál, ami helyre billenti a filmet. Tehát, hogy itt a Colin Firth féle sztori, amikor hazamegy, az első jelenet, ahol valami realitás csempésződik. És mi a harmadik szál, ami rendbe kapja? Hát mondom, csak kettőről beszéltünk. Nem, hát elindítottuk a Rockstart, és ott is van valóság alapja az egésznek, főleg, ha így megismerjük, meg megszeretjük. Na, de még nézzük ezt, tehát itt a sztori azért érdekes, mert itt tényleg ez nagyon-nagyon sok házasságban megtörténik, hogy a középkorba lépő feleség már nem annyira vonzó, és ott van a titkárnő, aki meg kezdeményez. És itt tényleg az enyhe kifejezés, őrület, ahogyan nyomul az a titkárnő. És tényleg mi nézők is ilyen zavarban vagyunk, hogy egyszerre szeretjük az Emma Thompsont, és egyszerre beindul ez a biológia is bennünk. A férfiakban. A igen. Női nézőkben ez nincs meg, ez az érzés. Okay, az csak köszi. Egy titkárnő, aki nyomul valakinek a férjére. Oké, okay, elfogadom. És akkor itt a nézők vitatkoztak arról, hogy itt most tényleg megtörtént a megcsalás, vagy csak elindult valami. Igen, és akkor azt mondta a rendező felesége, aki forgatunk gyereszbe közleműködött, hogy igen, megtörtént. Aztán persze lehet, hogy... De a filmből ez nem derül ki. És ugye van egy folytatás 13 év múlva, ott kiderül, hogy ők együtt maradnak, de inkább csak utalásból, mert abban nem szerepel, mert Tom Zorni és Erik már addigra halott. Aha. Illetve fontos az, hogy megtörtént, vagy nem? Érzelmi síkon megtörtént a megcsalás. Az, hogy manifestáló... fontos, igazából piros ornapja, én így fordítottam azt a rövid filmet. Fontos, hogy megtörtént, igen. És szerintem nagyon jó. Nem. Szerintem nem. De Szabi, a filmből nem derül ez nem ki. Nem derül ki, de nagyon fontos a feleségnek. Ugye három változatot vázol föl kérdésként, hogy most akkor melyik történt, hogy nemiség és nyaklánc, igen. Vagy szerelem és nyaklánc, vagy csak nyaklánc. Klánc, még előtte vagyunk, nem tudjuk, hogy megtörtént-e, fontosságú, van, de amit látunk, annak alapján elindul valami, de nem látunk többet. Fontos, tehát ha a feleségem vagy vesz egy nyakláncot a igen, szeretőjének, de hogy hol járnak a sztoriba. Abból a szempontból lényegtelen, hogy hol járnak a sztoriba, hogy a filmben sem kapunk erre választ, azt se tudjuk meg, hogy együtt maradnak vagy nem. A 13 éve későbbi folytatást azt most így teljesen lényegtelen, mert ez egy kis Red Nose-dayra készült a kis filmecske. Még együtt vannak. Együtt vannak, mert elmennek a gyerekeknek. Igen. Az ünnepségére, de az, hogy fél év múlva beadja a várókeresetet, vagy nem, azt nem tudjuk meg. Igazából itt az a kérdés, hogy milyen érzelmek játszódnak le benned, hogyha egy ilyen helyzetben vagy. Igen. Nem a kimenet erről szól, vagy az, hogy mi manifestálod. Hát meg, hogy nem, meg hogy ez egy döntési helyzet mind a kettejük számára, hogy merre megy tovább. Egyik cimborám szokta ezt így mondani, hogy most kinyílt egy picit a csap, most lezárjuk a csapot, vagy még jobban kinyitjuk. És hogyha itt már több történetről van szó, pontosan az egyik izgalmas dolog ebben a filmben, hogy vannak történetek, amiket nyitva hagynak, a nézőnek a fantáziájára, elképzelésére bíznak, más történeteket meg azért lekerekítenek, befejeznek. Lásd például az író története, aki megkéri a portugál takarítónőnek a kezét, és megérkeznek Londonba. Tehát az egy kerekebb. Az igen, egy igen, igen. Én még előtte hagyd nézzem meg a Keira Knightley. Három gyerekük van egyébként 13 év múlva. Aha, jó. És várják a negyediket. Jó, Keira Knightley, én a folytatásban nem hiszek. Én sem hiszek. Az nem szerves része, utólag bármit hozzá lehet így fűzni. Én ezt tekintem egységes kerekműnek. Szerintem meg tök simán hozzá lehet csapni ezt a 13 percet. Pont ez a lényeg, mert ugye 60 percet kivágtak, két leforgatott vonalat kivágtak, két megírt vonalat kivágtak. Ennek a filmnek ez a lényege, hogy nem áll össze. Ez nem áll össze, ez szabadon hozzáadható, elvehető, akár sorozat is lehetne, vagy sketchfilm. Uh-huh. Szerintem nem tartozik szervesen hozzá ehhez a filmhez ez a 13 perc. Az tényleg egy ilyen éves jótékonysági tévés rendezvényre összeálltak a színészek, a nosztalgia kedvéért. Uh-huh. Gyorsan összedobtak egy 13 perces forgatókönyvet, és ennyi volt. Tehát, hogy az nem ennek a műnek egy ilyen kiforgatása.
forrad folytatás. De menjünk tovább, szerintem nézzük már meg a Keira Knightley sztorit, mert szerintem az egy fontos. Ott annyira lényegtelen a férj, zavaróan lényegtelen, pedig Chiwetel Ejiofor játsza. Nem az ő történetéről szól ez a szál. Az a fiú az viszont egy zaklató. Egy, a barátomat meglepem az esküvő előtt a legény búcsún, eleve a legény búcsúról lehetne még beszélni, brazil transvestitákkal, ez már azért így finoman necces. Kettő, utána meglepem... Nem csinált ez jól. Meglepem az esküvőjén egy gospeles zenekarral, énekkarral, stb. Ez milyen szép gesztus, jaj, ez a szép barátság. Majd három, az esküvőn csak a barátomnak a feleségét videózom közelről. Minek? Milyen céllal? Magán felhasználásra. Ez az a történetszál, amit ugye mostanság a legtöbb kritika ér, pont azért, mert amit most 2023-24-ben gondolunk arról, hogy mi az, hogy valakit üldözni, követni, stb., hogy mi megengedhető, vagy mi nem megengedhető, teljesen más, mint ami volt 2003-ban. Én nem azt mondom, hogy helyes, amit ő csinált, de az akkor, amikor mi megnéztük 2003-ban ezt a filmet, ez egy rendkívül romantikus gesztusnak tűnt, a reménytelen szerelmes. Pedig az alkotó... Egy anyegini szintre. Oké, de ott van a Hitchcock hátsó ablak filmplakátja a háttérben, nem? Amivel a rendező finoman jelzi, hogy ő mit gondol az egészről. Igen, hogy az is ugye egy kukkolásról szóló történet. Egyébként csúnyán akinek... végződik. Viszont ez csak egy... Tehát én annó, amikor ezt megnéztem nagyon régen, 20 éve, akkor csak a reménytelen szerelmes történetét láttam ebben benne. És tekintve, hogy azért nem követi nem a lányt nap, el, mint... Ildikó. Nem követi a lányt nap, mint nap. Nem zaklatja a telefonon. Tehát, a Szex Hazugság videó című filmet ajánljuk ebben a témában, meg arról a nagyon jó az, elemzést. Igen, de várja, a Cinema Paradiso is eszünkbe jut, ami ugye arról szól, hogy megcenzúrázzák a filmeket egy moziban, mert hogy jaj, nemiség, a csókokat kivágják, és ezért keletkezik, csinál a kivágott csókokból egy saját kis filmet. Na most ez egy ilyen film, gyönyörű szép film, amit ő összevág, amit csak egyébként ő. Tényleg az egyébként össze van vágva. Oké, okay, ez a, igaz. És a beleszeretünk Keirában. Természetesen. Na most fiúk, nektek nem volt soha olyan, hogy valaki után epekedtetek és megnéztétek rendszeresen a Facebook profilján a fotóját. Gyönyörködtek a fotóját. De ő maga rakja ki önmagáról. Ez is igaz, de... De, engem de még, ott is nyilvánosan megjelenjük. Nyilván, tehát azért ez egy esküvői videó. És az nyilvános, és bármire föl lehet használni. Tehát nem a fürdőkádban. Na még a jelenettel valamit egy picit. Tehát, hogy szerintem az egy óriási jelenet lett volna, hogy fölmegy oda, és megnézi, és kiderül, stb. De miért kell az a zene alá? Tönkreteszi. Ez a bajom ezzel a zenével. Hogyha lecsavarod azt a zenét alól, akkor ez egy tökéletes jelenet. Én most elrontja. Ide akarom bedobni, ha már szerelem fajták, tehát én csak azt nevezem szerelemnek, ami viszonzott. Ez inkább vágyódás, vagy ragaszkodás, vagy nem tudom én. Ez nekem nagyon fontos, szerintem a szerelem az olyan, mint az áram, hogy így feszültség van két fok között. Ha nincs feszültség, akkor az nem áram, nem folyik az áram. Szerintem ez már csak a filmnél szőrszál hasogatás, hogy vajon ez belefér-e a szerelem. Általad elképzelt fogalmába vagy, nem? Látói szerelem használjuk abban az értelemben, csak belefut egy kicsit az aklatásba, amikor oda megyek szerelmet vallani. De utána távozom, és aztán kérdés, hogy a lány miért ad neki ezek után szájra puszít? Jutalma, kukolónak, vagy hogy jutalom? Szerintem a lánya abban az történetben, ahogy ezt leforgatták, ezt nem... Vagy rájön, hogy a szerecsen barátja férje az igazából nem lesz neki elég. A férje helyében nem nagyon örülnék ennek a szájpuszinak. Én általában nem szoktam engedélyezni a partnereinek, hogy bárcsodat. Micsoda ember vagy, ennyire szigorú, zsarnokoskodó. Na várj, van a következő sztori, mondjad. Szóval ebben a történetszában amikor ezt leforgatták, és mi megnéztük, és értelmeztük, abszolút nem ez a értelmezés volt, hanem sokkal inkább ez a romantikus értelmezés, hogy a lány rájön, hogy ez a fiú mindig is szerelmes volt belé, és Isten igazából a férjével marad, mert őt szereti. Igen. De itt tényleg van egy anyagi sztori. De hogy ezért nem... Itt lezárja nem, a fiú, azzal jön el, de hogy ezért ő lezárja végre. Nem feljelenti a rendőrségnél, vagy ilyesmi, hanem ad neki egy puszit, mint egy ilyen vigasztaló puszit. Ki is fizethette volna a videózásért, eljött. Egyébként ott van egy ilyen plakát, hogy ő az egyik ilyen nővel fog összejönni, és itt ilyen szupermodellek vannak, a második részben két mosszal jön össze, csak hogy tovább szórakoztassanak. Nagyon jó. Viszont én a Colin Firth-ös szállal folytatnám, ami egyrésztről az a jelenet, amikor a férfi kézirata a tóba repül, nő pedig utána ugrik, na annak a jelenetnek a forgatókönyv része is berepülhetett volna a tóba, mert hogy az nem túl erős. Olyan gyenge vígjátékoknak az eleme. Nekem tetszett, bár a nő nagyon felejthető, Lucia Moniz,
De hogy felejthető? Az egyetlen egy nem felejthető nő. Milyen szempontból felejthető? Hát Havány írtam a nevét, és nem félkövéren, mint látják. A színészi alakítására gondoltál, vagy a megjelenésére? Mindent elárul, Szabi. Nem, a történet szában nincs rajta súly, ennyi. Viszont szerintem más szempontból azt gondoltam, Szabi, ez a történeteket tetszeni fog, hogy itt van két ember, aki megtanulja egymásnak a nyelvét, micsoda tisztelet. Eszembe jutnak azok a külföldre került ismerőseim, akik ott lesznek boldog családanyák, de a férjük egyetlen egy magyar szót nem tud. A szerelem mindig nyelvtanulás. Férfi és nő hogyan is érthetné meg egymást? Ez emellett, kölcsönös tiszteletnek. Igen, kölcsönös tisztelet. Emellett ez a filmen belül egy ilyen hampüpőke történet. Hiszen egy jómódú író, aki karrierre rendelkezik, megmenti a portugál takarítónőt, átviszi a saját országába, jó módba beültetni. Attól, hogy Ibériában elsenyvedjen. Igen. Hát ott takarítson szegényként. De hogy ennek van egy ilyen hampüpőke történet jellege. Jó, ez nagyon tetszett. És akkor jön a Hugh Grant, akiben nyilván minden lány vele szeretett. Ott akkor nincs is hampüpőke. Ott nincs amúgy pipőke, az a csaj... Azt, de azt, mi fiúként is beleszerettünk. Igen, de azt a nőt azt nem nagyon tudtam igazából értelmezni. De lehet, hogy azért jó, mert ő semmilyen. Két angol száz szuperhatalom vezetője beleszeret Martin McCashenbe. Ez nekem kicsit dundi. Én egyébként szeretem a dundi hölgyeket, de tehát semmi különös. Vonzó a csaj. Ő a 60. legszebb nő ebben a filmben, és ő beleszeret bele. De a színjátéka sem. Csak a brit miniszterelnök szerelmesedik belé. Ez csak szexuális vonzás. És akkor itt kiről, vajon van, kiről mintázhatták? Hát. Vajon kiről mintázhatták Billy Bob Thornton alakját? Ó, nagyon nehéz, főleg 2003-ban. Igen, tehát hogy ez azt mondják, hogy Clinton kévágyát Bush erkölcsi önelégültségével ötvözi. Ez egy csodálatos ötvözet, nem? Együtt a demokrácia és a republikanizmus. Mindezt egy fantasztikus színész kiválóan eljátszotta. Mármint Gyurcsány Ferenc. De túl rövid. És akkor nekem eszembe jutott egyébként, abszolút felidéződött 2006 februárjából az akkori magyar miniszter elnök hajlott hátú kalimpálós kellemetlen videója, mint hogyha mit tudom, Hugh Grant, tehát Mr. Bean próbálná így eljátszani, de úgy, hogy előtte megívott egy üveg vodkát, és ez úgy kávé leír nagyon sok mindent, nem csak egy táncot, nem csak egy karaktert, hanem egy na, ne politizáljunk. Várjál, tehát, hogy ez a film értékét nem csökkenti, hogy nem, növeli, ezt hogy növeli. Használják fel. Ez csökkenti, növeli. Egy Gyurcsány Ferenc tátszatra, ez csökkenti. Azt írja a kritikus pápa, hogy a Hugh Grant a zsenialitás egyetlen ecsetvonása ebben a filmben, ne és viccelj. Hogy ő mintha egy másik filmben, egy sokkal lazább és tartalmasabb filmben szerepelne, mint ez. Hugh Grant ugyanerről azt nyilatkozta, hogy amikor leszerződött erre a filmre, ugye ő korábban sokat dolgozott együtt Mary Richard Curtis-szel meg ezben a műfajban, és nem akarta eredetleg elvállalni ezt a szerepet, mert mondta, hogy csak ugyanazt tudná csinálni, mint a négyesküvő egy temetésbe, stb. Ugyanazt a karaktert hozná. Mindenki mondta neki, hogy nem, te olyan jó színész vagy, menni fog. És Hugh Grant erre úgy mondta a végén, az interjú végén, hogy és egyébként pontosan ugyanazt csináltam. Aha, jó. De valahogy beérett. De szerintem az egész filmben a Bill Nighy volt a legjobb. Sőt, ellopta a filmet, legalábbis Roger Ebert szerint. Miről beszél Roger Ebert? Bill Nighy egy fantasztikus színész, főleg színpadi színész volt akkor. Nem nagyon ismertük még. Fölmerült egyébként, hogy igazi rockstárok alakítsák az igazi rockstárt. Keith Richards-ot tudnám elképzelni. És hát igen, és ő az, akitől féltjük a gyerekünket, hogy ilyen sose legyél. Mindenesetre Bill Nighy ezzel a filmmel megalapozta a nemzetközi karrierjét. Azóta fantasztikus sztárra nőtt. De ő magát. Most lesz igazán híres? Nem már ekkor imádom híres lett. Ekkor híres lett. A Martin Freeman vonal, híres. Én ezt nagyon tisztelem, ezt a vonalat, az mint egy alternatív filmből, vagy egy független film. Az Ionescu darab. Márton. Az egy abszurd drámának a jelenete. És hogy ő teljesen szabadszájúan előjátszák az felnőtt filmes jeleneteket, csúnya, disznó dolgokat, és közben csevegnek olyanokra, amikor a nagymamám szokott a piacon a szomszédnénivel, és utána pedig iszonyatosan szemérmesek a magánéletben, hogy megcsókolják-e egymást. Miközben már a mesztelensége rég túl van. No, aztán ott van ez a Colleen, Tony és az amerikai lányok. Ezt nem teljesen ezt értettem. Ildikó, mondj erre egy angol szakszót. Comic relief. Vigyelték ki, enyhület. Annak a storyline-nak tényleg nem volt semmi más értéke, mint az, hogy legyen még pár kacaj az egész filmben, meg esetleg közelebb hozza a filmet az amerikai piachoz.
Laura Linnit kiemelném, ugyanebben az évben szerepel a Titokzatos folyóban, tehát az év legpesszimistább filmjében ugyanúgy szerepel, mint a legoptimistább filmjében, akkor ezek szerint a teljes skála őt akarja. De a legoptimistább filmben is a legpesszimistább szállat játsza. Ez jó, ez tetszik. És kivágott jelenetek, tehát hogy volt ott egy leszbikus szerelmi történet, ami kikerült. Ugye szokták, Ildikó, azt mondod, erről fogsz beszélni, hogy nem elég progresszív ez a film. Mi azt néztük, hogy hát itt aztán a BLM-nek nagyon megfelel. Az utókor kritikája az, hogy nem elég diverz és progresszív ez a film. Összesen két fekete karakter van benne, nincsen benne egy nemű szerelem, vagy egy nemű pár. Nincsen benne se utalás, de hogy ez már azt mondják, hogy 2003-ban is kevés volt annak a színnek, azoknak a kritikusoknak. De lehet, hogy ezért volt ennyire kassza siker. És ami ugye manapság, ugye minden karácsonykor lemegy a tévébe, és pont olvastam egy-két cikket erről, hogy minden karácsonykor lejön egy fújolgó cikk is erről a filmről, hogy milyen gyenge, a kritikusok utálták, és nem is elég diverz, és nem is elég progresszív, majd utána mindenki boldogan megnézi ugyanúgy ezt a filmet. Tehát, hogy olyan kritikával illetik, ami egy későbbi kornak a szüleménye, előre haladása. Hát azért zavarja őket, mert még mindig igen népszerű, és ők mást néznének, de a más meg nem készül el, vagy a mást meg mások nem néznék meg. Fölmerült egyébként, hogy egy teológiai változata is elkészül a filmnek, Jelenics István gondolata nyomán. God actually is all around. Mit szólsz el, Szabi? Az én angol kiejtésemmel. Mi fogjuk leforgatni. Liam Neeson játssza azt az özvegyet, akiről talán még nem eleget beszéltünk, és ott a temetésen elhangzik a Bye Bye Baby, a Bay City Rollers-től, és a Roger Ebert írja, hogy ez bizonyítja, hogy a rossz ízlés az síron túl is lehet. Én ott feszengtem, tehát egyébként igen. Biztos, hogy van ilyen temetés, ahol lejátszák a teljes igen. Életét képekkel, nem tudom, én ott fölakasztanám magamat. Magyarországon más a tradíció, tehát hogy azért ez halottként is, igen. Anglo-amerikai temetések aha. Már azért eléggé máshogy néznek ki, és akár egy popszám is belefér. Meg biztos filmekben is látod, hogy mindig kint van a halottnak a fotója, igen. Ilyen nagy tablóként. Mit jelent az otthon számunkra? Teszi fel a kérdést Jelenics István. Most meglepődtél, Szabi, nem? Igen, és hol vagyunk otthon? Az otthon, mint az atyai otthon, amely körülvesz, magáénak ismer, szinte áldásával indít naponta az emberek közé. Hozzam itt még Jézus szavait. Jézus szavaiból kiderül, hogy az örök élet atyai ház. Valóban arra születtünk, hogy valahol egyszer otthonra találjunk. Gondoltad, hogy eljutok ide? Vándor, szeretném megkérdezni, hogy hogy kapcsolódik ez a film elemzéséhez. Gondoljátok, gyönyörű gondolatok, de szeretném az áttekerést. Ezért kezdtem úgy, hogy a szerelem az hiány, a szerelem Isten hiány. Ez lehetne utolsó szó, de én azzal zárom, hogy 7,6 a IMDb-n, és 5,5 a kritikusoknál. Mindig nagyon érdekes egy film, ahol ekkora űr tátong. Igazából szerelem. Richard Curtis, 2003. Ez volt a tekercs és tekintet. Én nagypál szerelmes Szabolcs vagyok. Én Léva Ildikó. Ez Szőnyi Ragaszkodó Gyula. Még valami? Számomra az egyik legizgalmasabb sztori a 9 közül, az a megözvegyült apuka és gyermeke története, ahol a szeretetnek nagyon sokféle aspektusát lehet látni. És külön érdekesség, egy szomorú érdekesség, hogy a színész Liam Neeson pár évvel később megözvegyült két tínédzser fiúval, felesége Natasha Richardson, aki szintén híres, kiváló színésznő volt, egy síbaleset során halt meg. Ráadásul nagyon váratlanul elesett, beütötte a fejét, felállt, utána órákig még jött-ment, és utána hirtelen elájult, és mint kiderült, a fejében egy vérrög alakult ki, és talán pár napon belül meg is halt, 41-2 évesen. Szabi? A film legnagyobb gyengéje, akár teológia is lehet, semmiért nem tudunk meg belőle a szeretetről, amit előtte ne tudtunk volna. A szeretetnek sok arca van, sok megjelenési formája van, sokféle szeretet van, minden életkorban fenyeget a szeretet, ezt előtte is tudtuk, ez ábrázolódik ki ilyen példákon át, de valahogy magasabb tanúság nem rajzolódik ki ebből a 10x történetből. Mindig kell újat mutatni, vagy néha-néha egy összefoglaló, ismétlő munka is elegendő az embereknek?
Jó. Engem még az érdekel, hogy számotokra szerintetek mi az, ami így körülöttünk van, around, a ti meglátásotok vagy világnézetetek szerint. Ildikó, nehogy csúnya szót mondjál. Oxigén, smog, Isten. Szabi? Abban jó a film, a legelső kettő mondat, az mély, hogy a világban mindig panaszkodunk, hogy mennyi baj, meg gyűlölet, stb., meg szenvedés van, de hogyha az ember kimegy a reptérre, akkor valamit megtapasztalhat abból, hogy az emberek mit jelentenek igazán egymásnak. Ott ez a kendőzetlen őszintességgel ölelik át egymást, és aztán hát ez bomlik ki, és ez fonódik újra össze az árujelben, mi szintén reptér. Képzeljétek el, idefele jövet, a budafoki villamos megállóban azért nem indult a 47-es, mert a szakállas villamosvezető ölelkezett és márolt a barátnőjével. De jövet ide, így abszolút átéltem azt, hogy hát tényleg igaz, a szeretet és a szerelem az mindent körülvesz. Sokkal jobban, mint azt gondolnánk. Még valami? Ez a film továbbra is klasszikus lesz, nem, nincs új olyan karácsonyi film, ami megverné ennek a népszerűségét. Az élet csodaszép. Főleg különösen, hogy a klasszikus moziba járás, ez most eléggé kihalóban van, tehát nem lesz egy akkora box office hit. Jó, de a karácsonyi filmek nem a moziban aratnak nagyot, de hanem a tévében. Régen, igen. Az a Love Actually, ez egy óriási siker volt a moziban. Moziba láttuk. Akkor még jártunk moziba. Na jó. Oké. Na, szóval itt van ez a majd nem is tudom kire hasonlító titkárnő, aki aranyos, kedves, nem biztos, hogy beleszeretnénk, de az tény, hogy nem egy híres színésznő, és nem azt érezzük, hogy ez hihetetlen már, ez már sok. Kicsit úgy visszaránt bennünket a valóságba, és ez adja a legnagyobb értékét ennek a Hugh Grant-es románcnak. Ugye az egyik probléma az első látásban beleszeretni. Ez hülyeség. Nincs ilyen, Szabi. Nem, nincs ilyen. Első látásra föltűnik valaki, de utána nem ülünk az íróasztalunknál Britannia miniszterelnökeként, hogy úristen, elvesztettem a fejem, nem vagyok önmagam. Az majd a negyedik, ötödik találkozásnál, pláne, hogyha még beszélgetünk is. A másik az, hogy ez nem az a nő, aki beleszeretünk. Igen, ilyen szempontból tegy nem hiszük el. És ez nem is az a nő, akinek Amerika elnökeként elkezdjük a fülcimpáját harapdálni egy idegen országban. Az a Keira Knightley, vagy a Kate Moss, vagy a Claudia Schiffer, ha már a filmben. Ez nem az a nő, persze Emma Thompson se az a nő, de akkor ez lehet, hogy irónia a filmben. Én azt éreztem, hogy túl nagy súly van az ő szépségére, nem is szépségére, hanem vonz erejére helyezve, és akkor színészi kritika, nem éreztem a színésznőt annyira erősnek, hogy ha már nem annyira szép, akkor legalább kisugárzása lenne. Jó van, gyerekek.